feel it inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Sok szeretettel köszöntöm a tanévnyitó ünnepélyünkön megjelenő tanítványainkat, kollégáinkat, valamennyi vendégünket és az ünnepségünket megtisztelő kedves szülőket. Külön köszöntöm Lázár János miniszter urat, Farkas Éva Erzsébet polgármesterasszonyt, Juhász András esperes urat, Stefán Zoltán lelkész urat. Holnap ismét szeptember lesz. Becsengettek. Megkezdődik a tanítás, szeptember első tanítási napján minden évben megszólal a csengő, s minden kis és nagyobb gyerek, szülő, nagyszülő szíve hevesebben dobban meg erre a hangra. A szeptember nem csak az új tanév, hanem az ősz kezdetének is hónapja. A szikrázó napsütés felváltja az eső, a tücskök vidám ciripelését a lehullott száraz falevelek szikrázó hangja. A természet ilyenkor lassan álomba szenderül, de az emberi szív sokszor csak ekkor él igazán. Intézményünkben 128 óvodás, 264 iskolás kezdi meg a tanévet. A gyermekek oktatásáról, neveléséről 42 pedagógus és 18 egyéb alkalmazott gondoskodik. Az új tanév kezdetére megújult az iskolánk ebédlője, hamarosan egy 24 gyermeket befogadó bölcsödével bővül intézményünk, és külön örömünkre szolgál, hogy a testnevelés óráinkat, edzéseinket, szakköreinket ebben a gyönyörű, modern sportcsarnokban tudjuk megtartani. Mindezért köszönetemet szeretném kifejezni Magyarország kormányának, Lázár János miniszter úrnak, Farkas Éva Erzsébet polgármesterasszonynak, a Makóváros önkormányzata képviselőtestületének, a Tiszántúli Egyházkerületnek és a Makóújvárosi Egyházközség presbitériumának. Kedves kicsi elsőseink! Talán ti vártátok legjobban az iskolát, ezt a napot, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon nagyot nőttetek. Kinőttétek az óvodai kis széket, talán nem is férnétek el benne kényelmesen. A mai naptól, azaz a holnapi naptól nagyon sok izgalom vár rátok. A tanítóik el fognak titeket vezetni az olvasás, a számok és a betűk világába. Kedves nyolcadikosok, ti lettetek a rangidősök az iskolában. Ez valójában egyfajta rangot jelent, ugyanakkor felelősséget is. Annak felelősségét, hogy ti vagytok a példa, a ti cselekedeteitek, munkátok a minta a többiek számára. Legyetek méltók e rangra, s folyamatosan bizonyítsátok, hogy nyolcadikosnak lenni jó, rangidősnek lenni érdemes. Kedves diákok, a jövő bennetek nyílik majd ki. Ti adjátok majd tovább anyanyelvünket, ti ápoljátok majd hagyományainkat. Az iskolában megszerzett tudást egyszer majd reméljük a társadalom jobbátételére fordítjátok. Kívánom nektek, hogy iskolánkban eredményesen teljen a 2023-as 24-es tanév. Kedves szülők, önök ránk bízták gyermekeiket, megerősítem önöket, hogy a gyermekeik jó helyen vannak nálunk, a szakmailag és emberileg kiváló pedagógusoknál.
Számunkra nem csak az a fontos, hogy teletöltsük gyermekeik fejét mindenféle tudománnyal. Törekszünk arra, hogy gyermekeiknek az érzelmi tankját is föltöltsük, hogy meghallgassuk őket, hogy foglalkozzunk a lelkükkel, erősítsük hitüket, imádkozzuk értünk és velük, időt szánjunk beszélgetésre, számukra nagy problémák megoldására, megerősítésére. Szeretnénk, ha tanítványaink kiegyensúlyozott, reménységgel teli, maguk elé célokat kitűző gyermekek lennének, akik bizalommal fordulnak tanítóik, tanáraik, hitoktatóik felé. De ne feledjék, kedves szülők, a legnagyobb felelősség a gyermekeik érzelmi életét tekintve az önöké. Az a szeretet, amit önöktől kapnak, az a minta, az a hit, vagy bizalom, az a kétségbeesés, ne talán aggodalom, amit nap mint nap önök élnek gyermekeik elé, vagy nekik kell átélniük önök mellett, az igazán a meghatározó. De hagyj biztassam önöket és benneteket, gyerekek és kedves kollégáim, az előre tekintés után a felfelé tekintésre. Egy történet szerint egy hajó úszik a tengeren, szép vitorlás hajó. Az idő nem túl szép, nemrég vonult el egy vihar. A tengerészek most hozzák rendbe a hajót. Az egyik öreg, fehér szakállas tengerésznek feltűnik, hogy fent az árbóz csúcsa közelében kiakadt a kötél a csigából. Beszorult. Nyomban felküldi az egyik fiatal matrózt, hogy igazítsa meg a kötelet. Az mászik is szorgalmasan felfelé a létrán, köteleken, kereszt árbócokon át. Már majdnem fent van az árbóz csúcsánál, amikor lepillant maga alá, és látja a hajótestet, a háborgó tengert. Látja, hogy az imbolygó árbóc egyszer az egyik, másszor a másik oldalra lendül ki. Ő magasan a víz felett kapaszkodik, érzi a mélységet, érzi annak szívását, és összeszorul a szíve. Hirtelen jött félelemtől zsibbadni kezdenek a karjai, és tudja, érzi, mindjárt lezuhan. Az öreg tengerész pedig, aki lentről figyeli a hajót, látja a fiú megtorpanását, látja a gyermeket, hogy a rémület kerítette hatalmába, ő is ismeri ezt az érzést. Emlékszik, hogy ifjú matróz korában őt is iszonyatosan szívta néhányszor a mélység. És az öreg tölcsért formálva kezeivel felkiállt a matróznak. Fölfelé néz, fiam, fölfelé. És a fiút a hozzáintézett kiáltás kiszakítja a rémület bűvöletéből, elfordul a mélységtől, és fölfelé nézve már újra csak az árbócot, a megoldandó feladatot látja. Visszanyeri lelki egyensúlyát, biztonságát és az életét. Kedves szülők, tudom, hogy életünknek nem csak magassága, hanem mélysége is van. Tele vagyunk bizonytalansággal, rezsiszámla növeléssel, adósságokkal, gyermekeink iránti aggodalmakkal, a mi lesz kérdésekkel. Iskolánknak is vannak kihívásai, próbetételei bőven, sok mérés, szabályzó, tanfelügyeleti ellenőrzés is még sorolhatnám. Ha csak magunkra lefelé nézünk, könnyen megszédülhetünk. De hogy ez ne következzen be, hadd adjam minden jelenlévőnek tovább azt, amire engem is biztat az Úr Jézus. Felfelé néz, fiam, felfelé. Kedves kollégáim, Móricz Zsigmond szavait intézem hozzátok. Embert nevelni a legnagyobb hivatás, légy nemes, gazdag lelkű ember, hogy emberré tehess másokat a magad emberség által. Kérlek benneteket, dolgozzunk együtt a közös célokért, közös akarattal. Törekedjünk arra, hogy minél több diákunk érjen el sikereket tanulmányaiban. És bár az iskola a tanulásról szól, fontos, hogy élményeket is adjunk a diákoknak, hiszen ezek azok, amelyik az identitástudatukat és az összetartozási élményüket erősíti. Feladatunk, hogy elkötelezett, boldog, anyanyelvére, nemzeti kultúrájára büszke, értelmes, a szülőföldjén és a nagyvilágban egyformán boldoguló fiatal nemzedéket neveljünk. Vasa Albert szavai szolgáljanak útravaló ebben a közös utazásunkban. Haladj bátran, egyre mélyebben az erdők közé.
A fák alatt itt-ott még láthatod a harmatot, ahogy megcsillan a fűszálak hegyén. Jusson eszedbe, hogy az angyalok könnye az. Angyaloké, akik sokat sírnak még ma is, mert annyi sok embernek marad zárva a szíve a szép előtt. De miattad nem sírnak már, mosolyognak, amikor jönni látnak. Az egész évben kitartó, őszinte mosolyban bízva, a 2023-24-es tanévet ezennel megnyitom. Az új tanítási évhez mindenkinek jó egészséget, tanárainknak türelmet, tanulóinknak sok jó jegyet, de legfőképpen a Jóisten bőséges áldását kívánom életünkhöz és hivatásunkhoz. Köszönöm, hogy meghallgattak, áldás békességet! Iskolába megyek ma, Jákob Márta verse. Azt mondta az anyukám, kinőttem az óvodát. Kicsi lett a szék, az ágy. Iskolába megyek már, egész nap csak tanulok, számolok és olvasok. Milyenek a csillagok? Ott fent vajon miért ragyog? Szervusz, kedves óvodám, kicsi szék és kicsi ágy, vár reám a nagy világ, iskolába megyek már. A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb emberi értékekre, erényekre. Tulajdonképpen ezt élhettük át az előző pillanatokban. Az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek alárendelésére, a kitartásra, a tetrekészségre, a gyors elhatározásra, a tisztességre, a nemes küzdelemre, annak szabályaira tanít és buzdít bennünket. Főtisztelendő Esperes úr, lelkész úr, tisztelt miniszter úr, vezérigazgató urak, képviselőtársaim, kedves gyerekek, kedves Szabó család, hölgyeim és uraim! Összetartás, kitartás, nemes küzdelem és mindenekelőtt jóság. Erre tanít bennünket a sport kapcsán hazánk világhírű Nobel-díjas orvosa, Szent Györgyi Albert. Meggyőződésem, hogy olyan tulajdonságok ezek, amelyek egy nemzet, nemzetünk, városunk fejlődésének, sőt egy iskola közösségének megmaradásának feltétele és alapkövei. Erőt, hitet és mindenekelőtt tetrekészséget adnak, hogy a jót még jobbá tegyük a hétköznapjainkban. Tisztelt jelenlévők, kedves gyerekek! Az elmúlt években városunk számos célt tűzött ki maga elé, melyekkel mind-mind azt szerettük volna elérni, és azt szeretnénk elérni, hogy Makón jó legyen élni, jó legyen Makó közösségéhez tartozni. Szeressünk itt élni, ahogyan szeretünk az iskolában a barátainkkal, osztálytársainkkal együtt lenni. Együtt kell egy erős, összetartó, egymás segítő és támogató, a jövő kihívásaival bátran szembenéző, a jót még jobbá tevő, barátságos közösségé válnunk. Együtt a makújakkal, együtt Magyarország kormányával és együtt térségünk országgyűlési képviselőjével. Az elmúlt években ennek a közös munkának, szolgálatnak sok eredményére lehetünk büszkék. Természetesen nem feledve azt sem, amire Szent Györgyi Albert és Szikszai György, az iskola névadója is nevel, növel, növeszt bennünket. Hogy mindig lehetünk jobbak, mindig léphetünk előrébb, s hogy az előttünk álló feladatokból, tanulásból,
sohasem lesz kevesebb. A mai napon, ebben a csodálatos új kézilabda csarnokban állva, mégis rendkívül örömteli számomra látni, hogy sportfejlesztéseink sorában ismét mérföldkőhöz érkeztünk. Mindenképp érdemes azonban felhívni a figyelmet arra is, hogy a Magyar Kézilabda Szövetségnek, Magyarország kormányának támogatásával, az Építési és Közlekedési Minisztérium megvalósításával és a Galéria Invest építőipari és kereskedelmi Kft. Kivitelezésében nem csak egy sportkomplexumot adunk ma át, hanem egy otthont. Otthont a Szikszai György református bölcsöde, óvoda és általános iskola intézményeibe járó gyerekeknek elsősorban, szüleiknek, otthont városunk kézilabda csapatainak, és természetesen otthont az összes makói sportkedvelőnek. Olyan otthont, ahol jó együtt lenni, ahol szeretünk együtt lenni. És ha már egy új sportotthont adunk át, kiről másról nevezhetnénk azt el, mint városunk egyik legismertebb, legnépszerűbb sportolójáról, Szabó Lászlóról. A magyar kézilabda világhírű beállójáról, aki hosszú és rendkívül eredményes pályafutása során kivívta Makó egész közösségének tiszteletét és szeretetét. Sikereit többek között az 1986-os svájci világbajnokságon a magyar válogatott tagjaként szerzett ezüstérmét a mai napig büszkeséggel idézzük fel. Remekül zárt, írták róla, kőkemény volt a védekezése, nem lehetett elmenni játéka, sikere, Makó otthona iránti szeretete és hűsége mellett. Szerettük, mert ha felment a pályára, mely otthona lett, nem ismert lehetetlent, nem ismert elveszett meccset. Mindenből a legjobbat és a még jobbat akarta kihozni, mondta róla egykori csoporttársa Tamás Sándor. Szabó Sonka László tanúbizonysága, megingathatatlan otthon és sportszeretete, kitartása, küzdőképessége, még jobbá tenni akarása, adjon példát számunkra ma is, a makói kézilabdásainknak, sportolóinknak, a tanévet kezdő diákjainknak. Ahogyan az iskola egykori névadója, Szikszai György, több mint 200 év után is imádságban kéri, úgy kérem én is nektek, elsősorban kedves gyerekek, szüleiteknek, tanítóitoknak, sportedzőiteknek és mindannyiunknak, vezérelj bennünket a jó úton, Istenünk, hogy hálát adhassunk minden nap egymásért, otthonunkért, mindazért, amivel megajándékozol bennünket. Hordozz életünkön, hogy jobbá, még jobbá lehessünk te hozzád. Hozzád ragaszkodhassunk, s bármilyen útra viszel, adjad, hogy azon veled járhassunk. A te kegyelmed légyen támaszunk, és országodnak, otthonodnak örökösei lehessünk. Isten adja, hogy így legyen. Ezekkel a gondolatokkal mondok köszönetet, hálámat kifejezve az új létesítmény minden egyes vállalkozójáért, segítőjéért, támogatójáért. És ezekkel a gondolatokkal adom át a szót Lázár János országgyűlési képviselő úrnak, építési és közlekedési miniszternek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagy tiszteletű urak, kedves polgármester asszony, és leginkább kedves diákok és tisztelt szülők, megkülönböztető szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Nagyon szűkre szabott az idő, hiszen egy iskolában 45 percet bírnak maximum a gyerekek, és miután 40 percnél járunk, ezért láthatóan már nagyon unja mindenki, aki 18 év alatti természetesen, mindazt, ami a teremben történik. Mégis szeretném a kedves diákok és a kedves szülők figyelmébe ajánlani azt a folyamatot és annak a jelentőségét, amellyel eljutottunk odáig, hogy Makó egyik külső részén egy nem könnyű helyzetben lévő általános iskolában egy új tornacsarnokot avathatunk. Ha arra a kérdésre szeretnénk válaszolni, hogy a 21. században nekünk, kisebb és nagyobb gyermekeket nevelő szülőknek, mégis mi volna
a kötelességünk és mi volna a legoptimálisabb választásunk az utódaink és a gyermekeink számára a jövő biztosítása érdekében, ez a válasz a 21. században legkevésbé sem egyszerű. Kevés olyan szülő van, és kevés olyan politikai vagy gazdasági rendszer van, amelyre egyértelmű és vitathatatlan választ tud adni. Én azt gondolom, hogy az a célkitűzésünk 2010-ben, hogy három dolgot próbálunk biztosítani az oktatási nevelési intézményeknek, talán sikerre vezethet. Nem biztos, hogy ez a siker kizárólagos záloga, de meggyőződésem szerint a sikeres ország és sikeres fiatalok három dologgal erősödhetnek, amit a köznevelési rendszerben lehet biztosítani számukra. Először is én nagyon hiszek abban, hogy az iskolának értéket kell közvetítenie. Természetesen a társadalom számára a legfontosabb értékeket, és én nagyon hiszek abban is, hogy helyes lépés volt az egyházi intézmények számát növelni. Először az iskola, majd itt később az óvoda került a református egyház fenntartásába. Én helyesnek, célravezetőnek tartom azt a folyamatot, hogy egyre több magyar diák, egyre több 6 éves, 14 éves, sőt 18 éves korú gyermek jár egyházi fenntartású oktatási intézménybe, óvodába, bölcsödébe, általános iskolába és egyetemre is. Gondolom ezt azért, mert ezeknek az intézményeknek, ahol mégiscsak minden nap keresztény-keresztény szellemben kellene a gyerekeket nevelni, egy dologban vitathatatlan előnyük lehet másokhoz képest. Van egy mindent megdöntő válaszuk arra, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. És ha egy gyerek különbséget tud tenni az élet minden helyzetében a jó és a rossz között, akkor olyan nagy baj már nem érheti. A másik dolog, amiben egészen biztos vagyok, a keresztény-keresztény szellemű nevelésen túl, hogy a gyereknek a mindennapos testnevelésre, mindennapos mozgásra nagy szüksége van. Én angol száz elveket képviselek az oktatásban, amely a sportot rendkívül fontosnak gondolja. Ezért voltam nagy híve és támogatója a ma már szinte feledésbe merülő mindennapos testnevelés bevezetésének Magyarországon, amit polgármesterként először az országban sikerült megvalósítanunk, Hódmezővásárhelyen, és 2012 óta 10 éve dolgozunk ezen a programon. 10 év alatt jutottunk el oda, hogy építettünk 60 tanúszodát, körülbelül 100 tornatermet és tornacsarnokot, annak érdekében, hogy a mindennapos testnevelés infrastruktúrális föltételei rendelkezésre álljanak. Nekem meggyőződésem az, hogy ha a gyerekek minden nap mozognak legalább egy órát, keményen sportolnak, ez meglátszik nem csak mérhető formában az egészségi állapotukon, hanem a lelki, szellemi fölkészültségükön is nagy és komoly nyomot hagy. Aki sportolt, aki küzdött, aki harcolt, az pontosan tudja, hogy mire gondolok. Ezért a testi állóképesség nagyon fontos föltétele szerintem a szellemi állóképességnek. Testi állóképesség nélkül nincs szellemi állóképesség, ezért azt gondolom, amit annak idején Szent Györgyi és Klebersberg is, hogy igenis a napi sport föltételeit a gyerekeknek biztosítani kell. Itt szeretném megköszönni a Kézilabda Szövetségnek azt az áldozatos munkáját, hogy hozzájárult a mindennapos testnevelés föltételeinek biztosításához azzal, hogy Makó városában, mint más helyeken az országban biztosította a kézilabda csarnokok megépítésének föltételeit. És a harmadik dolog természetesen, hogy a 21. században adaptációs képesség kell a gyerekeknek, meg kell tudni érteni, mi zajlik a világban, le kell tudni fordítani, és lehet, hogy 10 évente újra kell tanulniuk mindent, olyan gyors a változás, ipari technológiai forradalom közepette élünk, ahol az információs társadalomban a mesterséges intelligencia kész és képes lenne uralni mindent, hogyha nem lennének az emberek, akik mégiscsak a nap végén kell uralják a gépeket. Ezért az adaptációs képesség, az informatikai tudás, az oktatási intézmények ilyen színvonalú és szintű fejlesztése már egészen kicsikortól záloga lehet annak, hogy a nap végén mégiscsak az ember lehet az úr, a szónak abban az értelmében, hogy képesek leszünk a mesterséges intelligenciát a 21. században uralni, és az ipari forradalomba úgy elküldeni ezeket a gyerekeket, akiket ebben az általános iskolában, Makóvárosában, szakközépiskolában, gimnáziumban vagy egyetemre járatunk a környékben, hogy képesek legyenek helytállni, versenyezni és megállni a talpon, megállni a lábukon, úgy, mint a szüleik. De ehhez a régi tudás biztos, hogy nem elég, új tudásra van szükség, amely részben technológiai kérdés és nagyon fontos a készségek és képességek elsajátítása. Ezért nem becsülöm alá soha a felső tagozatos kompetencia mérések eredményét, és ezért dolgozom azon a kormány tagjaként, hogy az infrastruktúrális föltételek a kompetencia mérések eredményének eléréséhez rendelkezésre álljanak.
próbáltam betartani, hogy a 45 percből igazgatóasszony, a tantestület és a diákok türelmével nem visszaélve semmiféleképpen ne csúszhat ki. Szeretném megköszönni a Kézilabda Szövetség együttműködését, támogatását, kezdeményezését. Sok sikert kívánok a makói utánpótlás kézilabdásoknak, a követőknek, a névadó követőinek. Szeretném, hogyha a kézilabda csarnokot, tornatermet napközben az iskolások, a délutáni órákban a kézilabdaklub, az esti és éjszakai órákban pedig Makó város és a környék minden fiatalja és az idősebb korosztály is használni tudná. Használják egészséggel. Sok sikert kívánok a munkájukhoz. Tisztelt egybegyűltek! Csatlakoznék mindenek előtt miniszter úr szavaihoz. Tanúi vagyunk egy nagyon átgondolt, nagyon szépen megtervezett építkezésnek itt Magyarországon. Úgy szoktam magamnak megfogalmazni, hogy minden ember, de különösképpen a gyermekek olyanok, mint egy egyenlő oldalú háromszög. Testnek, léleknek és szellemnek tökéletes egységét alkotja minden ember. Magyarország olyan szerencsés helyzetben volt, hogy az oktatás, annak a szellemi része az olyan jó alapokon nyugszik, hogy az elmúlt héten hazajött Németországból egy tanárnő ismerősöm, aki gyermekeit beíratta tavaly már itt Magyarországon iskolába, és a gyerekek a korosztályukhoz képest, amit Németországba elértek, 2 évvel voltak előrébb. Megvolt a szellemi háttér, amit miniszter úr is említett, a mellé került a mindennapos testneveléssel a gyermekeknek a testi egészsége, és végül pedig a kötelezően választható hittan és erkölcstan oktatással mellé került a lelki egészség megőrzése. Tehát nem ott tartunk, hogy épp testben épp hogy élek, hanem épp testben épp lélek. Ennek egy mérföldköve, ennek a csodálatos sportcsarnoknak a megépülése, átadása, amely hiszem, hogy a makói gyermekeknek, egyházunkban felnövekvő gyermekeknek testi, lelki és szellemi egészségét szolgálja. Ezen gondolatok jegyében szeretnék áldást kérni az itt folyó munkára, szolgálatokra majd. Fennállva kérjünk áldást. A minden kegyelemnek Istene, áldja és szentelje meg az ide belépőket és az innen távozókat. A minden kegyelemnek Istene, áldja meg az itt lévő embereknek minden mozdulatát, szolgálja mindez az ő nagy nevének dicsőségét. A minden kegyelemnek Istene, óvja ezt a helyet természeti katasztrófától, bajtól, veszedelemtől, és ártó kezektől. Így legyen. Amen.